Sziasztok! Ismét itt állok a frissen meszelt északi falamnál, és úgy gondoltam, hogy ahelyett, hogy csak kommentben leírom a válaszokat a feltett kérdéseitekre, meg a javaslataitokra, inkább beszéljük meg így videóban, és legyen ez is teljesen publikus. Többen írtátok, hogy miért nem tettem tejet a mézbe, hiszen ott a kazein nagymértékben erősíti a meszet. Na most ezt az elején is mondtam, hogy én nagyon szeretek kísérletezni, és ez az egész videósorozat is egy kísérlet sorozatnak a része, amiben igyekszem a lehető legjobban leegyszerűsíteni a dolgokat, és a lehető legegyszerűbben használni mindenféle adalékanyagok nélkül a különböző anyagokat. Ezzel a meszeléssel is ez volt az egyik célom. Tehát azért, hogy a legegyszerűbb megoldásokat tudjam nektek javasolni. Ezért próbáltam ki, hogy mi a helyzet, hogyha semmit nem teszek a mézbe. És jól látszik, hogy nem repedezett meg, nem vált le a falról, semmi nem történt vele. De, ami engem nagyon meglep, hogyha végig húzom rajta a kezem, és hallhatjátok, hogy nem gyengén húzom végig, de nem történik semmi, tehát nem krétásodik. Már most sem krétásodik. Mint tudjuk, a legtöbb adalékanyagot azért keverik a mézfestékekhez, hogy stabilizálják azokat, meg jobb tapadást biztosítsanak, és a többi. Tehát ezért kerülnek bele. Azt már leírtam a kommentben is, hogy például a lenolajat azért nem tettem bele, mert egyrészt bizonytalan, hogy milyen a minősége a mai lenolajnak, ez az egyik ok. A másik, hogyha megkérdezzük a régi öregeket, vagy esetleg festőmestereket, hogy miért kell a lenolaj ebbe a felületbe, akkor én mindig azt a választ kaptam, hogy azért, hogy jobban csúszson a falon. Na most így a meszelő simán csúszott a falon, tehát semmi olyasmit nem érzékeltem, hogy kellene ebbe bármi sikosító anyag, hogy jobban fel tudjam kenni a falra. És valaki megjegyezte közületek, hogy azért is jó a lenolaj, mert vízhatlanabbá teszi a felületet. Hát nem tudom, hogy van-e arra szükség, hogy vízhatlanabb legyen, meg hogyha hozzákeverünk néhány deciliter lenolajat egy 14 literes vagy akár egy 20 literes vödör mézfestékhez, akkor az tud-e bármit befolyásolni abban, hogy nem lesz olyan netszívó felület és vízlepergetővé válik. Én azt gondolom, hogy ez sem nagyon állja meg a helyét. Volt, aki egyszer beletette, úgy gondolta, hogy ezzel jobb hatásfokot tudott elérni, ezt elmondta a szomszédjának, elmondta a gyerekeinek, és onnantól kezdve ezeket a varázslatokat, meg ezeket az anyagokat elkezdték alkalmazni. Én azt gondolom, hogy erről lehet szó. Én is igyekszem mindent visszabutítani a végtelenségig. Mindig azt mondta az egyik barátom, hogy Laci, ahhoz, hogy megnézzük, hogy valami hogyan működik, le kell butítani olyan szintre, amikor egy egyszerű kockás papírra föl tudod írni, és meg tudod határozni, hogy mik az összefüggések és mik az okok. Úgyhogy én most ebből az okból készítettem így a meszelésemet, hogy semmiféle varázslatot nem tettem hozzá. Téli időszakban ezt a falat egyáltalán nem éri a napsugárzás. Ennek következményeként nem is tudnak kiszáradni. Tehát semmi olyan anyagot nem akarok belevinni ide a mézbe, bár igaz, hogy nagyon lugos kémhatású, tehát elvileg megakadályozza a penészedést, de nem is akarom megkockáztatni, hogy itt a falon mondjuk kialakuljon a nedvesség miatt egy penészedés, vagy mohásodás, így is ide kerülnek majd a klíma kültéri egységei, azért kellett ennyire sietnem egyébként ezzel a projekttel, és abból is azért ide távozni fog majd nedvesség, amit tervezek egyébként fölfogni, tehát itt a kondenzvizet azt minden körülmények között föl szeretném fogni, hiszen ez desztillált víz. Szóval lesz még nagyon sok videó, nagyon sok téma, azt gondolom, hogy ez a rezsicsökkentés, ez nagyon sok témát vet fel, és hát ez a keményen a zsebünkre megy innentől kezdve. De eltértünk a témától, tehát azért nem teszek bele tejet és kazeint, mert ez egy szerves anyag, és nem akarom ezzel megkockáztatni, hogy itt ebben a szerves anyagban elkezdenek szaporodni különböző gombák, meg baktériumok, stb. Tehát azért hiába mész, attól függetlenül a szerves anyag kerül bele, akkor ez problémát okozhat.
És korábban ugye nagyanyáink azt mondták, hogy nem is tejet, hanem túrót kell belekeverni. Ezt is írta valamelyikötök, hogy ha tejet beletesszük, akkor összekapja a méz. Na most ez egy túrónál már nem történik meg, mert már eleve kicsapódott benne a fehérje, és nem a méztől fog kicsapódni. Tehát túró sokkal koncentráltabb is, tehát ezért a házi túrót javasolták eleink. Viszont ez egy kicsit megsárgítja a meszünket, ami itt nem cél. Tehát mivel ez egy hátsó fal lesz, és délután ugye éri a nap, ahogy mondtam is nektek, itt az a cél egy vályogépületnél, hogy minél több időt ki tudjunk húzni úgy, hogy nem melegszik át. Na most amelyik falunkat egész nap éri a napsugárzás, és ilyen hófehérre van messzelve, ott nyári időszakban egészen biztosak lehettek benne, hogy nem fogja átmelegíteni, mert visszaveri a fénysugarakat, és ezzel védjük gyakorlatilag ettől a falat. Tehát itt is ez a cél, hogy mivel délelőtt, kora délelőtt és késő délután igaz, hogy nincs akkora ereje már napnak, de visszaveri ezt a napsugárzást, ezért ez is egy ok, amiért ilyen hófehérre szeretném eszelni, és ez is egy ok, hogy nem teszek bele ilyen tejfehérjét. Lehet, hogy erősíti, ez nincs kétségem felőle, főleg, ha tényleg egy ilyen koncentrált túrót teszünk bele, de annak szaga is lesz, meg szóval egy érdekes szaga volt egyébként a Hessler méz festékének is. Igaz, hogy két réteggel takart, hiszen egy több éves oltott méz anyagból van keverve, ez viszont fontos tényleg, tehát, hogy idős meszet használjuk, mert sokkal jobb a fedőképessége, tehát néhány réteggel is takar, még hogyha egy nemrég oltott meszet használunk, akkor nem értjük, hogy miért tartunk az ötödik rétegnél, és még mindig átlátszik a mézfestékünk. Tehát ez valóban egy ilyen fontos dolog. Tehát visszatérve a kazain, én ezért nem alkalmaztam kazaint, nem láttam szükségességét, és nagyon kíváncsi voltam arra, hogy önmagában az oltott méz az mire képes, mert azért valójában őszintén a több száz éves technológiában ott nem hiszem, hogy bármilyen adalékanyagot is alkalmaztak volna ehhez. Tehát ez a másik ok, amiért ilyet nem alkalmaztam. Budai földet azt nem is említem, tehát semmiféle cement alapú vagy bármilyen más anyagot nem akartam belevinni. Tehát az volt a célom, hogy itt a maximális fertőtlenítés, a maximális nedvesség, áramlást azt biztosítsam a falban, és nehogy ebből a későbbiekben probléma legyen. Most még egy réteggel rá kell mennem, mert azért látok még benne így szabad szemmel hibákat, és még van időm, hiszen holnap jönnek a klímát szerelni, addig lesz ideje kiszáradni a falnak. Úgy is lesz szükség javításokra is, ahol fúrnak, faragnak a fiúk, úgyhogy így keverek még egy kis meszet egy második zsákból is hozzá, úgyis szükség lesz majd a későbbiekben erre, sőt lehet, hogy előkeresem azt a régi zsák meszemet, ami itt pihen valahol, és az egy több éves, tehát az legalább egy 6 éves mész, ami még jobb fedőképességgel rendelkezik. Most maradt egy kis Hessler mészfestékem, és ezt vettem elő, hogy majd hozzákeverem hátul a saját mézfestékemhez, és ezt tapasztaltam, amikor kibontottam. Hát nagyon furcsa szaga van, tehát ebbe biztos, hogy vannak adalékanyagok. Ezt most én fölkeverem, és hozzáöntöm az én saját mézfestékemhez, oltott meszemhez. Az jól látszik, hogy sokkal finomabb egyébként, mint az én oltott meszem, hiszen az nincs leszűrő egyáltalán, de végül úgy döntöttem, hogy nem spórolok, és még egy negyedik réteget is felvittem ide a falra. Most már tényleg vakítóan fehér szó szerint a felület. Nézzük meg, hogy így néhány óra elteltével, hát még egy picit fog, tehát mint még egy picit krétásodik, de ez természetes, hiszen még addig 3-4 óra telt el, mióta elvégeztem az utolsó réteg felvételét, teljesen egységes lett, és gyönyörű szép felületet kaptam. Talán érdemes beszélnünk az anyagszükségletekről is. Ez egy 12,6 méter szer 2,6 méteres falfelület, tehát tévedtem akkor, amikor én 3 méterre tippeltem, és 13 méter az közelebb állt a tippemhez. Viszont így nincs 40 négyzetméter, hanem 31 egész valahány század négyzetméterről beszélünk, és igyekeztem olyan 1-1,5 cm tartani a vakolattal, amint említettem, biokéi vályogvakolat került rá, alatta pedig a téglákba azért, hogy minél kevesebb fogjon, azért tettem egy kb. Az 1/3 részére saját vályogvakolatot is, tehát innen helyben fellelhető vályogból dolgoztam, és
így lett ez a falfelület kialakítva. Nem tettem sem vakolatfogadó hálót, vagy bármilyen alkalmatosságot, tehát sem átszövet, semmi nincs. Kizárólag a vályok téglák fugáiba kapaszkodik ez a vakolat, és még egyszer mondom, igyekeztem a legvékonyabban felkenni ezt a vakolat réteget. Hát már amennyire lehetséges egy vályok falnál, ugye tudjuk, hogy egy vályok fal az nem a síkokról híres. Vakolat erősítő hálót sem tettem, ugyanis tudjuk, hogy egy ilyen vakolat az egy ideglenes dolog, tehát egy 20-30 évente azért illik lecserélni, meg ez is válik a faltól sajnos. Hát bízom benne, hogy ez nem fog már az én életemben elválni innen. És ebben az esetben, ha cseréljük, akkor nagy mértékben károsítjuk ezzel a falazatot minden egyes alkalommal, hogy ki kell tépni a szegeket a falból, le kell rángatnunk a hálót, és nem sorolom tovább. Vakolat erősítő hálót azért nem szeretem, mert egy 10%-ban minimum lefog a nedvességáramlást, és hogyha önmagában egy hálót tesztek mondjuk a levegőbe is, én még emlékszem édesapámmal, amikor fólia sátraztunk, és energia hálóként egy méter magasságba kifeszítettünk egy ilyen apró szövésű hálót, ami körülbelül megfelel a vakolaterősítő hálónak, akkor bizony meglepődtem, hogy nem fagytak el a paprikák és a paradicsomok, mert ez gyakorlatilag megakadályozta, hogy a levegő oly mértékben áramoljon, hogy áthűljön a fólia sátor. Tehát innen van már gyermekkoromból a tapasztalat, hogy ezek nem jók a felületeken. Az, hogy a repedések nem jelennek meg, engem nem zavarnak a repedések, mert legalább mutatják, hogyha bármi probléma van a fal felülettel. Ha lehálózzátok egy vályogépületnél, akkor megfosztjátok magatokat a lehetőségtől, hogy lássátok a kisebb problémák kialakulását, és amikor már elválik az egész a faltól, akkor már sok esetben késő. Tehát én ezért nem szeretem az ilyen hálókat. Inkább lássam a hajszárrepedéseket, majd a legközelebbi messzedésnél kiavítom őket, és ennyi a történet. Tehát én ennek vagyok a híve. Na, de lássuk is, hogy mennyi vályogvakolatom maradt. Ez egy tonnás big bag volt, és körülbelül egy olyan egy hatod része az, ami megmaradt. Ezt majd ki fogom most zsákozni, ha nem bírom el így big bagestől. Hogyha föl tudjuk tenni a kis traktorra, akkor lehet, hogy így fogom betárolni. Ha viszont nem, akkor mindenképpen bezsákolom majd. Körülbelül ennyi saját anyagot használtam egyébként fel a téglaközök vakolásához, tehát mondhatjuk azt, hogy egy 30 négyzetméteres felület lehetőleg vékonyan bevakolva az ennyit, tehát egy tonnányi vályogvakolatot, gyári vályogvakolatot kíván. Az előbb beszéltünk arról, hogy nem szeretem a szerves anyagok jelenlétét ezekben az anyagokban. És az a furcsa dolog, hogy ebbe is tesznek cellulózt. Tehát ez is egy szerves anyagnak tekinthető, és bizony sok esetben ugye kiül, főleg ha beltérben alkalmazzák ezeket a gyári vályogvakolatokat, akkor előfordulhat, ha nem megfelelő a szellőzés, nem megfelelő a kezelés, vastagon teszik fel a felületre, akkor fehér penész képződik rajta. Na most ez azért történik, nagy valószínűséggel azért történik, mert ugye van benne szerves anyag, ha szerintem nem lenne, akkor kevesebb lenne erre az esély. A cellulózt nem véletlenül teszik bele, tehát ezzel is próbálják erősíteni a vakolatot. Nem tudom, hogy van-e értelme, meg van-e rá erre szükség, minden esetre ez a gyári technológia, én ezt is kihagynám. Tehát ha olyan helyre tesztek vakolatot, ahol mondjuk egy falnak az alsó része, alsó régiója, ami nedvesedett, akkor én még szalmát se tennék bele, mert ezzel is gyakorlatilag belevisztek szerves anyagot, és a szalmát is ugye legtöbb esetben nem csak szálerősítésként alkalmazzuk, hanem azért, hogy a benne lévő fehérjék beleoldódjanak a vakolatba, és ezzel tovább erősítsük azt. Ebben az esetben bizony nagy gondolnám, hogy tegyek-e bele bármilyen ilyen szerves anyagot, mert ezzel azt kockáztatjuk, hogy ott dohos szaga lesz, bepenészedik, nem adja át annyira a nedvességet, és a penész meleg ágyává válik innentől kezdve. Tehát inkább akkor már tegyetek bele üvegszál erősítést, már lehet ilyet is kapni, hogyha mindenképpen akartok ilyet, ezt is ki lehet próbálni, utána később benze az a gond, hogy nem tehetitek vissza a természetbe, és innentől kezdve megdől az az állítás, hogy mennyire öko építészet a vályokház, hiszen az üvegszálas anyag azért az nem egy nagy barát, tehát itt mindig az utolagos elhelyezésével majd a sitnek azzal van a probléma. Ha már szóba kerültek a különböző adalékanyagok, akkor most nézzük meg itt a konyhámat. Írtam is megjegyzésben, hozzászólásban, hogy itt mindenféle szabályt megszegtem, hiszen
Ez az a kísérleti fal, amit legipszkartonoztam, ez az egyetlen a lakásban, amit legipszkartonoztam, hiszen ez egy könnyű szerkezetes épület felé néz, és itt kevés kockázatát láttam annak, hogy nagyon nedvesedne, viszont ha megnézitek, akkor 60-70 cm magasból indul a gipszkarton, mert egyébként még én sem mertem volna belevágni ebbe a kockázatba, és ide pedig egy légáteresztő felületet tettem, tehát ez lukasos, ez a műfű, és ez van ide téve a lábazati részhez, és mellette, ott, hogyha lejjebb néztek, akkor ott van egy kavicságy is, tehát itt így lett kialakítva a felület, és tökéletesen működik. Na de nem is ez a lényeg, hanem említettem nektek, hogy ezek a felületek, és hallhatjátok, hogy oda nyomom a kezem, nem krétásodnak egyáltalán. Márpedig ez oltott mésszel van lekenve, az jól látszik, hogy ott vannak benne a kis szemcsék is, tehát én nem szoktam nagyon megszűrni, én szeretem, hogyha ilyen rusztikus marad, és ezt is úgy végeztem itt a meszelést, hogy először egy kefével meszeltem, és utána egy hengerrel szépen elegyengedtem a felszínen, és így egy tökéletes felületet kaptam. Ez már egy jó néhány éves projekt, hogyha szeretnétek, visszanézhetitek ezt is a videóim között, tehát mindenféle adalékanyag nélkül tökéletesen működik, úgyhogy ez egy gipszkartonfal, még egyszer mondom, ugye többen írták, hogy úristen, gipszkartonfalra nem lehet meszelni, mert az tilos, és az úristen, az a vétek. Na most volt egy garázsom, ahol szintén lemeszeltem, és megnéztem a csavarokat, mert erre az egyetlen okra tudtam gondolni, hogy ezért nem szabad gipszkartonra meszelni, mert hogy megeszi a csavarokat. Na de gondoljunk bele, hogy a gipszkarton az mi? A gipsz az mi? Az ugyanúgy mész, plusz kén. Na most, ha a kénnek ellenáll a gipszkarton csavar, akkor mi a nyavaját ártana neki a mész? Tehát ez megint valaki így leírta egy papírra, hogy na már most ezt nem lehet, és akkor ez most hú, ez ördögtől való, hogy ilyet alkalmazunk, és ezt mindenki elhitte. És mindentől kezdve, hát akkor nem meszelünk gipszkarton falat, már pedig tök jó lenne azért azt gondolom, például egy spájzban, vagy egy fürdőszobában, hogyha meszelve lenne, mert semmihez nem hasonlítható az az illat, az az érzés, amikor lemeszeltek egy frissen meszelt falnak az illatát érzitek, az semmivel nem hasonlítható össze. Én imádom ezt a friss, fertőtlenítő szagot, amit ez áraszt, és én most is azt mondom, hogy ha csak tehetitek, akkor meszet alkalmazzatok, viszont nagyon óvatosan bánjatok vele, mert nekem is sajnos tegnap belefröccsent a szememben, annak ellenére, hogy szemüveges vagyok, és most mutatom is, hogy most már innentől kezdve ilyen védő szemüveg van rajtam, ugyanis az történt, hogy ahogy kevertem a meszet, a meszes vödörben, fölfröccsent, tehát alulról fröccsent, és a szemüvegem alá tudott fröccsenni a mész, és hát kicsit meg is ijedtem, mert nagyon sok vakságot okozott már az oltott mész, vagy oltás közben, hogyha valakinek belefröccsent a szemébe, még rosszabb ugye, amikor az oltatlan mész kerül a szemünkbe, és ott azonnal ugye a folyadékkal egyszerűen szétforral, szétsüt mindent a szemünkben, és viszont van itthon a szemöblítő folyadékom és készülékem, úgyhogy azzal azonnal átöblítettem. Ez úgy működik, hogy meg kell nyomnotok, és akkor az egy viszonylag nagy nyomással kimossa a szemeteket. Ezt egy egész flakont fel is lehet használni, ebben desztillált víz, vagy valamilyen sós oldat van, tehát fiziológiai só oldat, talán nem kóstoltam meg az ízét őszintén szólva, és utána még a zuhanyzónál is átöblítettem. Tehát nagyon fontos, hogy nagyon bő vízzel, minél inkább próbáljuk felhígítani a szemünkben, és így kezeljétek az ilyen sérüléseket. Az is előfordult, hogy sajnos mi a rövid nadrágban meszeltem, ami egy nagy hiba, de mindenképpen zárt ruházatban érdemes meszelnetek. Itt is ráfröccsent a lábamra, lemostam az uhanyalat, de már megkötött egy picit a mész a lábamon, és sajnos rajta maradt néhány darabka, és emiatt megégett a bőröm, le is hámlott a bőr itt a lábamon, úgyhogy erre is nagyon vigyázzatok, hogy a bőrünkkel azzal ne érintkezzen, ezért használok én is kesztyűt, tehát láthatjátok is, hogy ilyen gumírozott kesztyűt használ, minimum ilyet használjatok. Na de visszatérve a krétára és a falunkra, tehát ez jól látszik, hogy működik, és én azt mondom, hogy nekem az a tapasztalatom, hogy a gipszkarton nyugodtan lehet meszelni. Én nem látok semmi olyan ellenvetést, ami ezt indokolná, hogy nem szabad. Viszonylag könnyű egyébként lekaparni róla, és paklival nyugodtan lehet kaparni, tehát a következő meszedésnél nincs nagy dolgotok, mert nagyon egyszerű róla leszedni, legalábbis amikor a garázsomnak a gipszkartonját levettük, és arról le kellett kaparnom, hogy újra tudjam
hasznosítani a gipszkartontáblákat, akkor tök egyszerű volt róla lekaparni, viszont magától nem jön le, ez egy fontos momentum, tehát még a sarkokon sem válik le magától. Jó, de menjünk is tovább. Amit pedig itt hallhattok zümmögést a háttérben, annak oka ez a szünetmentes tápegység, és nézzétek, most is 240-241 volt van, úgyhogy már visszacsapolták a frissen telepített trafót, hiszen itt a szennyvízberuházás miatt szükség volt a bővítésére az átemelő szivattyúk miatt, és volt bizony olyan, hogy 253 voltig is fölment. Szerencsére a mi érzékeny eszközeink erre a szünetmentes tápegységre vannak kötve, és vissza is vette 214 voltra. Ugye 253 volt, ami itt volt némely esetben, az már nagyon határeset. És ez köszönhető annak is, hogyha van a közeletekben egy telepített napelem, akár több is, akkor az nagyon megemeli a feszültséget, ami nagyon nem tesz jót a belső hálózatnak, főleg a korábbi eszközeitek vannak, amik csak 220 vagy 230 voltra voltak gyártva. Na de nem is menjünk bele, most majd erről is lesz szó, ezt is ki fogom váltani, és egészen más rendszer lesz, és majd megnézzük azt is, hogy miért. És miért nem választom a szaladós elszámolást, erről is beszélni fogunk majd. És miért nem hiszek abban, hogy kitermeljek a hálózatra, hiszen hogyha ott áramszünet van, már pedig higgyetek el, hogy lesz majd áramszünet, mert sokkal instabilabb lesz innentől kezdve a külső hálózat. Nem akarok vészmadárkodni, de nagyon sokan átálltak sajnos villamos fűtésre, amit majd nagy kérdőjel számomra, hogy hogyan tud majd kezelni télen a hálózat, amikor egyébként is energia hiány lesz, meg probléma lesz itt a gáz miatt, meg más egyebek miatt. Na, ez már más téma, majd erről is sokat beszélünk. Nézzük a falat. De nézzük is meg ezt a falat, mert közben többen kérdeztétek, hogy hogyan működik a szárítóvakolat, meg egyáltalán mi a helyzet itt ezzel a helyiséggel. De amit először meg szeretnék nektek mutatni, hogy itt Hessler mézfestékkel festettem, ami ugye több éves oltott mézből készül, nagyon drága és nagyon jó minőségű festék. Ezt alá is írom, mert nagyon-nagyon könnyű volt vele dolgozni, nagyon jól adalékanyagolva van, és sorolhatnám tovább. Na, ebben van kazein, ez egyébként látszik a színén is. És nagyon meglepett most, amikor bejöttem, és mindenféle előírás betartottam pedig, és ennek ellenére nézzétek, tétásodik. Tehát, amikor azt mondta valaki, hogy tegyünk bele ilyen adalékanyagokat, akkor nem biztos, hogy jót teszünk vele. Nézzük meg itt is egy másik helyen. Itt is krétásodik. Ez nagyon meglepett, hogy egy ilyen tök jó minőségű anyag, az krétásodik. És nem gondolnám, hogy tényleg én követtem itt bármilyen hibát is, hanem szerintem ez most így alakult. Pedig ezt be is zártam, és tényleg bedunsztoltam, nem szárítottam. Tehát azt nem mondanám, hogy úristen, jön a felület. És megnézem, hogyha egyszer már ledörzsöltem róla, utána is. Tehát folyamatosan kopik a felület is. Ugye beszéltünk arról, hogy sehol nem szoktam hálózni, itt sem hálóztam, és már meg is repett valóban itt a sarok. Most az, hogy süllyed az épület, nyilván ilyen aszályban biztos, hogy süllyed. Így most látszanak ezek a repedések, de engem nem zavar, mert legalább látom, hogy történik valami. Viszont itt a mennyezeten, ahol emlékezhettek rá, hogy volt egy bázás, itt semmi nincs. Tehát itt egy repedés nincs rajta, tehát az már stabil. Viszont ott is a mennyezet egy kicsit reped, ott a fal is egy picit megrepett. Ezek a bazi csavarok egyébként azért vannak, mert az ilyen eszközeimet itt tartom. Ide vannak felakasztva például a habarcskeverők is, meg minden egyéb. És bizony ez a jó a vályokban, hogy fogjátok, belecsavartok egy ilyen izmos csavart, és bármit megtart. Tehát semmit nem tiplizek, azt sem tipliztem egyébként. A polcok is ide vannak így szépen befúrva és berögzítve. Na, szóval ezt akartam nektek megmutatni, hogy ez egy nagyon jó minőségű mézfesték, és mégis krétásodott, ami számomra egy picit érthetetlen, de majd biztos megmagyarázzák mások, hogy ez miért van. De még egyszer mondom, mindent elkövettem annak érdekében, hogy ez ne történhessen meg. Nem mintha annyira zavarna, tehát itt most nem fogok dörgölőzni a falhoz, és szerintem ti sem fogtok dörgölőzni hozzá, tehát ha valaki neki dől, csak akkor okoz ez problémát, egyébként nem. Nézzük is meg, hogy mit mérhetünk. 52%, ugye 45%-tól olyan 55%-ig fogadjuk el száraznak. Itt kő van mögötte, és itt a belső talajszint körülbelül ebben a magasságban található. Valószínűleg itt meg is fog emelkedni egyébként. Igen, egy picit emelkedik is. Tehát ez jól működik. Itt gyakorlatilag szabadon van a szárító vakolat, csak méz található rajta. Menjünk tovább. Itt is továbbra is szárító vakolat van, ráadásul egy olyan, amiben cement is található valamennyi. Nézzük, hogy van-e különbség. Nem, itt még nincs.
Itt le lett glettelve is, klímaglettel. Nézzük meg, hogy itt a mézfesték nélküli része itt mit mutat. Hát itt még magasabb, hogy a vályog az még jobban magába veszi a nedvességet, tehát nem igaz az, hogy a vályog az kiadja magából, meg tudja szabályozni ezt, nem, a vályog az magába veszi a magas páratartalomból a nedvességet, és bizony ez lesz az eredménye, hogy akár 80%-os nedvességtartalom is van. Megnézem majd, hogyha kiszáradt az eső után, akkor mit mutatnak a vályogfalak. Mondhatjuk azt, hogy ez ilyenkor eső után szinte természetes, hogy ennyire felszívják a nedvességet, de azért ez már magas érték. Lássuk, mi a helyzet itt a régi istálónál, ahol egy ilyen multifunkciós kis raktárhelyiségünk van. Ez teljesen szintben van a talajjal. Nézzük meg, hogy így két nap elég sok eső után mit mutat. 78% ebben a magasságban. 73, jöjjünk fölfelé szépen. Itt már elkezdett csökkenni. Itt 54%, 53, 51. és 50% ilyen nagyjából derék magasságban. És ez a lényeg egyébként, hogy lecsökkenjen a falban a nedvességtartalom. És ha megnézitek, ezt már korábban említettem, hogy egy jól működő fal, az nem hirtelen tűnik el belőle a nedvesség, hanem megnéztitek, akkor egy jó másfél méter kellett neki, amíg ilyen 78%-ról lecsökkent ilyen 50%-os értékre. Ráadásul ez bár mészvakolat, de ebben még tettünk cementet is annak idején, mert hallgattam a kőművesre, és még ez is át tudja engedni magán a nedvességet, tehát jól látszik, hogy működik ezzel a mészfestékkel ez a fal is. Most ugye, mivel ennyire lent vagyunk talajszinten, tehát külső terepszinten vagyunk, ezért hát nem is csoda, hogy ilyen értékeket mérünk. Ugyanezt támasztja alá, és ez bizonyítja itt a járdalapok közötti fugának a kinedvesedése, tehát ezt is már többször mutattam nektek, hogy itt, amikor esik az eső, akkor megjelenik azonnal ez a nedvesség folt. Hát meg is mérhetjük egyébként. Itt 86%, ha ide bejövök, itt 74, 59, 58, visszamegyek a fugához, 83, 85%, tehát jól látszik, hogy adja kifelé magából. Itt egy nagyon vékony padlópon réteg van, ami gipsz alapú, és szépen át tudja nedvességet közvetíteni. Alatta pedig sóderágy található, tehát ne tegyetek sima sóderágyot, mert az még fölközvetíti, ugyanúgy, ahogy a homok is fölközvetíti a nedvességet. Tehát csak is a sima kulékavicságy az, ami működik. Most újra kezdeném, akkor ilyet tennék alá, és legalább egy 5-10 cm vastagságút. Ez, hogy megrepedezik a padlópon réteg is, hát az sajnos az benne van, viszont ha erre most én rátennék egy hajópadló réteget, és úgy, hogy ne itt legyen a párnafa, hanem itt haladjon a párnafa, akkor is az alá kell tenni mindenképpen egy úgynevezett csupaszlemezt, azaz kátránypapír réteget, vagy bitumenes papír réteget, de csak abban a sávban, ahová a párnafát tesszük, és azt szeretnénk ugye megvédeni a nedvességtől, akkor semmi gondot nem okoz ez, hogy egy ilyen laza nedvességáramlás történik ezen a hajópadlón keresztül. Egy ilyen réteggel le tudjátok tompítani egy hajópadló esetén is, hogy ne kapja meg egy-egybe a talajból a nedvességet, mert az bizony egyfelé vezet, az, hogy föl fog kadlósodni, és akár újonnan lerakjátok, akár nem, az új hajópadlót is tönkre tudja tenni a nedvesség. Ha már így belejöttünk az ellenőrző mérésekbe, akkor nézzük meg itt a verandán lévő falazatot is. Ezt jól láthatjátok, a néhány helyen én már megbontottam rajta a mészfestéket, és előkerült a vályogvakolat, és ezen bizony vannak száradási repedések, amik száradási repedésnek tudhatók be. Ezek ilyenek, és így elkezd szépen leplakkosodni róla a felület, és ezeket is majd kezelni kell. Ezt vártam egyébként, hogy egy 4-5 év alatt ez beálljon ez a folyamat, kiszáradjon annyira a fal, hogy utána már ne romoljon tovább az állapota, és ne képződjenek rajta további repedések. Ezt érdemes nektek is kivárni, hiszen hogyha nedvesedik a fal alatti rész, akkor azért süllyed az épület, mert ugye az esővíz ott alatta összegyűlik, az épület súly alatt összetömörödik a talaj és megsüllyed, ezért nem jó egyébként az esőcsatornákat az épület sarkához összegyűjtve az esővizet levezetni, hanem ki kell vezetni egy zárt szennyvízcsőben, például minél messzebb az épülettől, egy 5-6 méterre minimum, de leginkább 10-15 méter, ami jó lenne. És utána, amikor föltesszük az esőcsatornát, és elkezd kiszáradni a talaj az épület alatt, akkor pedig összezsugorodik egy olyan 3%-nyit, és utána azért fog megsüllyedni az épület, tehát ez egy ördögi kör. Na de ne is beszéljünk ilyen sokat, hanem
nézzük az értékeket, ezt a régi műszeremmel mérem, ami egyébként ugyanazt méri, mint a másik, csak mivel ezzel mértük korábban is, ezért ezzel ellenőrizzük most is. Tehát itt lent 63%, itt elkezd már csökkenni. Jövünk, itt már 49, jövünk, 48, 47, hát ugye változik. Most nézzük meg itt, ahol mészréteg van rajta, ott 49,8, ahol nincs rajta, ott 54,5. Tehát itt van rá a magyarázat, amit mondtam nektek, hogy ha szabadon van a vályok felület, akkor ő nem adja ki magába a nedvességet, hanem magában tartja sokkal jobban, mint amikor egy méz felület van rajta. Nézzük meg itt is. Tehát 52% fölötte is, itt pedig 54-55. Na úgyhogy ez egy szép feladat lesz, ez lesz a következő a felújításban, a sorban, ugye ezért vártam legalább ilyen 5-6 évet, hogy beálljon ez a folyamat, és ne az legyen, hogy majd fölviszem rá az új gyönyörű festékrétegemet, mészrétegemet, és utána majd megrepedezik. Itt egy ilyen csillámporos réteget tervezek, mert itt egyelőre benapozza a nap, hogyha az előtetőre napelemeket telepítünk, akkor már nem biztos, de a téli napsugárzás az mindenképp be fog ide esni, és ez tök jó lesz, hogyha itt csillámlik majd a fal. Izgalmas projektek vannak még itt előttünk. Hát azért maradtak el ezek a vályogos videók eddig, mert nem nagyon volt idő a saját házunkkal foglalatoskodni, de majd most ez következik, mint ahogy azt hátul is láthattátok. Majdnem elfelejtettem, hogy ezzel a kontaktmérővel is mérjünk néhány helyen. Itt bele se tudom szúrni, mert itt is voltak azért szakszerűtlen javítások már, amit nem én eszközöltem. Itt 4,5 az alsó régióban, ahol vályog van. Nézzük meg, hogy ahol nincs, ott mennyi. Jól látszik itt is a különbség, tehát ha valaki azt gondolta volna, hogy ott a mészréteg miatt van ez az eltérés, hát nem, nézzétek meg, több mint 1% az eltérés, ahol mész van a felületen, és ahol vályog. Tehát én ezért nem javaslom például azt sem, hogy a mészfestéket azt vályognemes vakolattal helyettesítsétek. Ahol van vízszigetelés, ott mindegy, tehát ott nem okoz ez problémát. Nézzük itt mennyi. Fönt. Itt már csak 0,8. Én azt gondolom, kevés olyan vályogépületet tudnátok mutatni nekem, ami ezeket az értékeket hozza. Itt 0,4. Itt ahol szabad, itt 1,3. Tehát jól látszik, hogy száraz a fal, viszont mivel nincs vízszigetelés, ezért ez a fal is nyilván hozza föl a nedvességet a talaj felől, kapja a talajpárát. Itt belül továbbra is földpadló van, egy nagyon vékony ajzatkiegyenlítő réteggel és padlószőnyeggel, tehát itt nincs, ami nagyon visszafogja a nedvesség áramlást. Nézzük meg, hogy a frissen meszelt falban mit mutat a készülék. Hát itt bizony 70%, itt már 64. Nyilván még nedves a felület, bár úgy látszik, mintha száraz lenne. Ennyi volt ez a meszelés utáni kiegészítő videó, amiben még több dologra ki tudtunk térni, és így talán magyarázatot kaptatok arra, hogy mit, miért és hogyan csináltam. És most vissza is ellenőrizhettünk jó néhány korábbi felújítást, hogy éppen hogy áll most aktuálisan az épület. Én azt gondolom, hogy továbbra is jól vizsgázik. Ez is egy az 50-es évek előtt épült vályogépület, de azt gondolom, hogy talán ez az egyik legfontosabb dolog, hogy egy ekkora lábazat legyen, és a külső terepszintől minimum ekkora eltérés legyen egy vályogépületnél, akkor jól tud működni. De még továbbra is gondolkozom azon, hogy az ilyen extrém mennyiségű hirtelen esőzések miatt kénytelen leszek én is valamivel beavatkozni, és egy utólagos vízszigetelést valahogy létrehozni az épületben. Majd meglátjuk ezt is, hogy milyen módszert fogok választani, illetve fogok-e bármilyen beavatkozást eszközölni. Köszönöm szépen, hogy ma is velem tartottatok, remélem sok hasznos dolgot tanulhattatok ma is, így a gyakorlatból, ezek mind az én saját gyakorlati tapasztalataim, és nem könyvekből érdemes tanulni, és nem mások gondolatait folyamatosan szajkózva azokat megosztani, hanem én mindig a saját tapasztalatokra és saját gyakorlati megoldásokra vagyok kíváncsi, és nem érdekel, hogy ki mit mond, egyetlen egy dolog érdekel, ki mit tesz, és annak mi az eredménye. Köszönöm a figyelmet, legyen szép napotok! Sziasztok!